sportolónő, 3 történet. Kovács Ági, Zsolnai Gyöngyi és Hornyák Ági mára már büszke édesanyák. Élsportolóként váltak felnőtté és óriási sikereket értek el a maguk nemében. Nőként azonban mindhármuk életében fontos döntés volt a gyermekvállalás. Kovács Ági úszónő számos sikert tudhat magáénak. Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, sőt több olimpián is bizonyította, ő a legjobb. Kitartóan hajtotta álmait, s tudta, ebbe az életmódba az anyaság nem fér bele. Mindig is az volt a hosszú távú terveim között, hogy élsport, abba hagyom, és akkor itt egy nagyon érdekes dolog, hogy itt jött be, hogy karrier vagy család, és én itt nem éreztem azt, hogy a civil életemben a karriert nekem előbb el kéne indítanom, mint hogy családom legyen, gyermekem. Ági tehát döntött. Céljai elérése után 27 évesen lerakta a lantot, és a következő nagy álma megvalósítására összpontosított, melynek gyümölcse meg is érkezett Gábor Dominik személyében. Ennél fontosabb szerintem nincs is a világon, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy nekem az ő jelenléte legyen a mindennapjaimnak a csúcsa, és például a szülés után én olyannyira csak rá koncentráltam, hogy én fél évig nem is nagyon tudtam felvenni a telefont. Zsolnai Gyöngyi, sokszoros válogatott, többszörös magyar bajnok és kupagyőztes, Európa Liga 3. helyezett kosárlabdázó. Karrierjének egy súlyos térdsérülés miatt kellett búcsút mondani a 2001-ben, annak ellenére, hogy orvostól orvosig járt, hogy visszaállhasson szeretett csapatába, de mint hiába. Amikor úgy éreztem, hogy tényleg mindent megtettem, és nem megy, akkor mondtam azt, hogy hát nem bírom tovább, mert ilyen fájdalmakkal nem lehet, és akkor gondoltam úgy, hogy jó, hát akkor valami gyógyír legyen, akkor szeretnék gyerekeket. A gyermekek pedig érkeztek is a tervek szerint szép sorjában, és Gyöngyiék meg sem álltak 3-ig. Lába miatt tehát ő nem gondolkozott visszatérésen, s a csapatból való kiválás sem okozott fejtörést sem neki, sem pedig az edzőnek. Ám véleménye szerint ez a kérdés egyébként sem okoz konfliktust a tréner és a játékosok között. A kosarasok között én azt hallottam, hogy meg lehet beszélni úgy az edzővel, hogy na akkor vállalok esetleg még egy szezont vagy kettőt, mert fontos Euróliga szereplésünk lesz, vagy ilyesmi, és akkor úgy tervezik. De az az igazság, én azt gondolom, hogy egy gyerekvállalás nem egy ilyen naptárba beírt program. Ugyan feszültséget nem vált ki, és még a lehetőség is adott a sportolóknak az utódvállalásra, Gyöngyi úgy véli, nagyon kitolódott a szülés időpontja manapság. Akik hamar kerülnek így be az élsportba, azok nem mindig veszik azt tudomásul, hogy egyszer ennek vége van, és nem végeznek el egyetemet, vagy nem készülnek a civil életre időben, és azok nagyon sokáig kitolják, ameddig csak lehet, mert ugye az anyagi megfontolás is számít, és minél később szeretnék ezt a úgymond anyagi jólétet feladni. Ám olyan példa is akad, aki a gyermekeldés után szinte azonnal visszatér csapatához. Hornyák Ági a győri Audi Eto KC-n jelenleg is aktív játékosa. Többszörös magyar válogatott kézilabdázó, s élhal sportjáért. Olyannyira, hogy áprilisi szülése után szinte rögtön visszaállt az Eto-ba. Elsősorban az is, hogy szerződésem volt, és mint táppénzem voltam, maradhattam volna akár még fél évig itthon a babával, de az szerintem nekem sem jó, ha egy alapozást kihagyok, ha nem kezdek el egy szezont a csapattal. És ezért jött ez így, hogy áprilisban szültem, és az azt jelentette, hogy már július közepén már kezdhettem az alapozást a többiekkel. Ám véleménye szerint az első helyen az életében fél éve kisfia Áron szerepel. Ettől nincs jobb dolog, mint az anyaság, és most már tényleg háttérben van valami szinten a kézilabda. Fontos még az életemben, mert tüzöm, de már nem annyira, mint régebben, hogy tüzöm vizen át, és hogy csak a sport. Most már második helyen van. De vajon mi a véleménye egy szakembernek a témáról? Dr. Sári Tamás a sportolók körében is igen népszerű szülész, nőgyógyász. Számtalan kosárlabdázó, kajakkenus vagy akár kézilabdás bébit segített már a világra. Véleménye szerint a hagyományos nemi szerepek eltűnésével a nők később mernek és akarnak szülni. És ez nem csak a civil szakmát űző hölgyekkel fordul elő. Az élsportolók talán azért vannak szerencsésebb helyzetben egy picit ebben, mert az ő karrierjük egy életkorhoz kötött történet, tehát gyakorlatilag viszonylag fiatalon kiteljesedik és le is cseng. Ám Tamás úgy gondolja, a sportolóknak a regenerációs időszak is lényegesen rövidebb, mint a civil anyáknak, tehát ebben is szerencsések. Ugyan a lehetőség adott, mégsem ajánlott visszatérni az élsporthoz szülés után. Szerencsésebbnek tartjuk nyilván az időbeli leterheltség miatt is, hogyha a sportolói karrier lezajlódása után vállalja valaki a terhességét, ha ez nem tolódik nagyon ki életkorban, mert ugye a gyermeknek nem csak a kiviselése, megszülése, hanem a felnevelése is egy
teljes embert igényel, és ebben a nőknek azért múlhatatlan és helyettesíthetetlen szerepe van egy anyának. Tehát akkor élsport vagy anyaság? A kérdés továbbra is adott, s valószínűleg ez a jövőben sem fog változni. Megkérdezett sportolóink azonban kivétel nélkül mindazt mondták, a gyermekvállalásnál nagyobb csoda nincs a Földön.